Szepesi Tibor, Karcag polgármestere videóüzenetben fejezte ki köszönetét a Táncoló Tulipán kunhímző csoportnak. Korábban beszámoltunk róla, hogy karcagi mintákkal hímzett terítőket adományozott a Táncoló Tulipán kunhímző csoport az önkormányzatnak. Kibővült a kunhímző csoportunk 2019-ben, és nagyon ügyes hímzőkre találtam. Azt érzem, hogy itthon valahogy olyan igazi, olyan kun érzékkel nyúlnak hozzá a hímzéshez, amit például máshol, ha tanítom, nem érzem rajtuk, hogy az a sajátjuknak éreznék. Úgyhogy ügyesek, és egy-másfél év alatt tényleg inkább munkatársakká váltak, mint hogy követők vagy tanítványok legyenek, és velük együtt csináltuk ezeket a hímzéseket együtt. A Táncoló Tulipán az igazán Karcagra jellemző kis motívum. A nagykunság más településén ez nem ennyire jellegzetes, amit a régi hímzések között találtunk. A kis Táncoló Tulipán, nos, mintának az a jellegzetessége, hogy a középső motívum két oldalán helyezkedik el, és nem kapcsolódik szervesen hozzá a középső mintához, hanem egy kicsi kacs, mint egy lábacska, mint két lábacska, azon így táncol, olyan kicsit meg is dől, tehát tényleg olyan, mintha táncolna, olyan kis vidám és mozgalmas ettől a tulipán motívum. Van egy olyan tulipános motívum, ami itt is szerepelt a Karcagi Múzeumban, hát az körülbelül most már 300 évesnek lehet tekinteni, annak egy kicsit élénkebbek a színei. Ez is karcagi, csak ugye ennek elég sok változata van, tehát többféle szín változatban hímezték le, és nekem nagyon tetszik ez a kis halvány összeállítás. Tehát ez a tulipános, ez olyan 200-300 éves motívumunk, amit így generációról generációra adtak át és tanítottak. Dériné Művelődési Központ segítségével adtuk föl a hirdetést, hogy keressünk kunhímzőket. Ő abban az első csoportban benne volt, amikor több mint 12-en jöttünk össze akkor, de egy páran még vidékről is, tehát nem karcagiak. Ők sajnos hát lemorzsolódtak, mert nem tudták megoldani az átjárást, és így megmaradtunk. Egyébként Berekfüldőből most is jár át egy tagunk, tehát így azért kiegészülünk vele, és megmaradtunk 12-en. Ibolya készítette a kundrózsásat, tehát az én anyukám készítette a táncoló tulipánosat. Ez egy harmadik tagunk. Ő a Nyakó Ildikó, Nyakó Jánosné Ildikó. Úgyhogy igyekeztem úgy összeválogatni, hogy minél több tagunknak a munkáját be tudjuk itt mutatni. Az ajándékot a Városházán Rózsa Sándor jegyző vette át a csoport vezetőjétől, Nagy Népálné Pádár Ágnes kunhímzőtől. Az eseményen a polgármester nem tudott jelen lenni, az internet adta lehetőségeknek köszönhetően rendhagyó módon videóüzenetben mondott köszönetet. Karcagváros önkormányzata nevében nagyon nagy szeretettel szeretném megköszönni azokat a terítőket, amelyet a Városháza díszterméhez kaptunk. Gyönyörű hímzések, szeretnék gratulálni mindenkinek, aki a készítésében részt vett, hiszen valóban olyan hagyományos minták kerültek meg rajzolásra, hímzésre ezeken a terítőken, amelyet még őseink, nagyapáink, nagymamáink, ükapáink, nagymamáink készítettek, és ez a hagyomány azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges, hogy a továbbiakban is fennmaradjon. Nagyon nagy dísze lesz a Városházának, ígérjük azt, hogy megőrizzük, tisztán tartjuk, és minden olyan ünnepségen, amely a Városházán kerül megrendezésre, használni fogjuk ezeket a terítőket. Köszönjük szépen az önök munkáját, további sok sikert, és ami a legfontosabb, jó egészséget kívánok önöknek további munkájukhoz.